Sokan gyűltek össze a Petszaladár megyei oktatókórház nagytermében. Itt mutatták be ugyanis a legújabb programot, mely a város és a győri járás lakosainak nyújthat egészségmegőrző és prevenciós szolgáltatásokat a jövőben. Magyar lakosság egészségi állapot az elmúlt néhány évtizedben már javulást mutat, de az európai átlagtól még mindig erősen lemarad, és itt a visegrádi országokhoz képest is kedvezőtlenebb képet mutat. Ezért a kormányzat 5 évvel ezelőtt elhatározta, hogy egy egészségfejlesztési hálózatot hoz létre, egészségfejlesztési irodákat. Mi most 2018-ban tudtunk ebbe a folyamatba a második ütemben belépni. A projektet a győri önkormányzat is támogatja, hiszen a városvezetés számára kiemelten fontos az itt élők egészsége. Ezt a dr. Somogyi Tivadar, Győr alpolgármestere mondta a rendezvényen. Úgy gondolom, hogy egy városvezetés, aki törődik a választóival, illetve törődik az egész város lakosságával, nagyon fontosnak kell, hogy tartsa, hogy egészségesek legyenek az emberek. Ennek a programnak, aminek a gesztora a Petszaladár megyei kórház, mi részvevői vagyunk, ugyanis mi is fontosnak tartjuk azt, hogy megfelelő felvilágosítás, megelőzés, egészséges életmódra nevelés legyen. Mi ezt igaz, hogy csináljuk, hiszen az egészséges városok programiroda több dolgot szervez, vagy például a kábítószer egyeztető program több programot szervez, de úgy gondolom, hogy még többen csináljuk, és akkor még jobban. Az Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ a projekt megvalósítása során a települési, iskolai és munkahelyi szintéren prevenciós programokat kezdeményez, betegklubok, önsegítő csoportok működését támogatja és elősegíti a szűrővizsgálatokon való részvételt, de külön figyelmet fordít az egészségügyi alap és szakellátásban dolgozókra is. Minőségirányítási vezetőként azt mondom, hogy olyan programokat akarunk saját magunk véghez vinni, a saját dolgozóinkon, hogy szűrési programokat, illetve edzés, illetve mentális higiénének a fejlesztése, burnout szindrómáknak a megelőzésére, tehát testi és lelki megelőző programokat. Ezeket összességében, hogy mindenféleképpen példamutatóan járjunk előre az egészségmegőrzés, egészségnevelés szempontjából. A Széchenyi 20-20 pályázat keretében megvalósuló program 90 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével jött létre.